Két évvel ezelőtt Kínába, most pedig Indiába kerékpározott el a makói Lénárd Ferenc, aki mindkét kalandjáról mesélt már a helyi könyvtárban. A Himalájában tett utazásáról pénteken számolt be. A Világutazó Kőrösi Csoma Sándor sírjához tekert el, ahová Magyarországról két marék földet is vitt, egyet szülővárosából, Orosházáról, egyet pedig a költő szülőfalujából. Hát életem legkeményebb útja volt, úgy jöttem haza, hogy most nem látszik, mert már ugye fölhíztam magam. Hát most mondjam, hogy kicsit olyan morbid módon, mint egy rákos beteg, nagyon csúnyán néztem ki, tehát 16 kilót fogytam, a bőröm már kihúztam, nem ugrott vissza, ugye ledolgozta, a zsír eltűnt, már az izmat kezdte dolgozni a szervezetem. Hát több mint három volt, most nem tudom pontosan, több mint három napig nyomtuk. Hát ugye beszélek most Irándról, most ami kellemetlen volt, a sivatagba elvették a napszemüveget géppisztollyal. Borzalmas volt a napfényben, a kemény napsütés, meg a homokban, hogy fújta a szél, és majd elmagyáztam a katonának, hogy nekem szükségem áll. Géppisztolyt felhúzta, nekem nyomt, és ugye hát neki ajándékoztam. Irán az borzasztó volt, egy katonai diktatúra az egész, de átbicikliztünk. Sivatagon mindent átfergődtünk, ők volt, hogy követtek bennünket 60-70 kilométerig jeeppel, föltéve a géppisztoly, géppuska. Nem mondták, hogy miért, csak jöttek utánunk. Szóval ez már nem a biciklizésről szólt. Aztán azt mondtuk, hogy innen csak innen menjünk el, elvették sokszor útlevelünket, igazoltatok, bevittek a katonaságra, vallattak, hogy van-e nálunk fényképezőgép, kamera, de mindig megúsztuk. És az lett belőle, hogy azt mondtuk, hogy Irán soha többet, majd India ott milyen jó lesz. Pont az ellenkezője fordult. India varázslatos, ugye mindenki arról beszél, de szerintem aki erről beszél, csak ibusszal volt. Hát az első két nap az volt, aztán vége. A gyerekmunka, a 46 fok. Nem tudtunk normálisan étkezni. Minden csilis, minden erős. Ugye nekünk, ugye, mert nyomtuk napi 150 kilométereket a 45-46 fokba. Bejött a monszun. Hát szóval, fú, nagyon-nagyon megszenvedtünk. Tényleg ez a riporthoz kéne, hogy három a rossz. De végül is átvergődtünk India legszegényebb részén, és ugye nem mentünk egyesen Dárzsékban, hanem fölmentünk Nepálba. Hát az se egy sétagalobott a Himalájában, az őserdőben, de az már teljesen más volt. Megszűnt az autóduda, a forgalom, mert Indiában a forgalom, az olyan szinten katasztrófa, hogy hát ami Pest, hát az képest egy kis falu Pest, tehát borzalmasan. És dudának hangosan, ez non-stop, tehát éjszaka is. És az autókból százalék a teherautó. És tökig gázat nyomják, de olyan a karosszéria, hogy leesik. Borzalmas. Gyerekmunkák, az útszínen végzik a dolgokat, nem ismerik a WC-papírt. Tehát aki európai ember szembesül vele, ugye elsőre, hát az kegyetlen. És ugye jött Nepál, ami, hát ugye Katmandu, hát nem véletlenül a hippiknek a mekkája volt. Pff, brutális. Ez az én világom. Eljuttuk Darjeelingbe, letettem a sírhoz a két marék magyar földet, egy kis orosház az acskóba, ami most ott díszeleg. Végedményben megcsináltuk. Úgyhogy én nekem ez életlenik lenni jobb. Nem csak lenni a legkeményebb, nagyon megviselt, főleg mentálisan. A kerékpáros kalandról film is készült, amit bemutatott a Világutazó a makói könyvtárban pénteken este. Lénárd Ferenc most az indiai útfáradalmai után jelenleg pihenőt tart. Azt mondta, egyelőre nem készül újabb túrára.